Köszöntöm nézőinket! Most ért véget a Kunszövetség közgyűlése, dr. Fazekas Sánó elnökkel beszélgetünk. Nagyon sokan eljöttek, én azt gondolom, hogy ez is jelző, hogy sokan fontosnak tartják a Kunszövetség által képviselt dolgokat. A Kunszövetség eredményes évet zárt, hiszen a KUN-ok második világtalálkozóját valamennyi KUN település bevonásával sikeresen meg tudtuk rendezni tavaly, és újra van Karcagon kazak konzulátus is. Sokszor megpróbálták ezt a fontos intézményt bezárni, de nem sikerült. Újra megnyitotta a kapuit, és Horváth László személyében van Karcagon, a nagykunságban kazak konzul. Ez a keleti kapcsolatok ápolása szempontjából is fontos, de az év azért is eredményes volt, mert valamennyi olyan rendezvényen a karcagi birkafőzőtől a kiskunsági programokig, a kisújszállási programokat is ebbe a körbeértve eredményesen dolgoztak a tagjaink, és komoly terveket fogalmaztunk meg a jövőre nézve is. Éppen szerettem volna kérdezni, hogy az idei évről szóljunk, hiszen nagyon sok olyan hagyományos rendezvény van, amit ön is említett, a Birkafőző Fesztivál, a KUN Hagyományok Napja, a KUN Viadal Kisújszállásán, tehát ezek idén is támogatásukról döntött a KUN Szövetség, viszont lesznek új dolgok is. Virág Gedeon lovas emléktúra indul, a legendás 48-as huszártiszt útvonalán ebben az évben. Emellett kezdeményezünk, előkészítjük egy KUN Vágta lovas programnak a lebonyolítását is, és azzal a kéréssel fordulunk valamennyi KUN önkormányzathoz, valamennyi KUN közösséghez, hogy jelezzék nekünk, hogy hol működnek KUN hímző körök, szakkörök, azért, hogy összefogjuk őket és támogatást találjunk a számukra. A KUN hímzés egy egyedülálló népi kincsünk, egy nemzeti örökség, és ennek megfelelően kell kezelnünk, illetve a rangjába visszahelyeznünk. Másik két fontos dolog is elhangzott, ami egy kutatást fog elindítani, egy csoport fog alakulni, szakmai csoport, hiszen kérték, hogy jelöljük meg az ősi KUN településeket, ennek a módját kezdik el, és egy KUN zászlónak a kérdése is felmerült, erről is szóljunk néhány mondatot. Sokakat foglalkoztat a KUN-ok címervilága és a zászlók kérdése, ez aktuális a székelyek vonatkozásában is. Székely testvéreink most vívják a harcot, őket már 1000 év óta szolgáló jelképező zászlóért. A KUN zászlóval kapcsolatban az a döntés született, hogy pontosan megnézzük, hogy miképpen alkották meg ezt a zászlót az elejénk, és ezt követően tudjuk majd a önkormányzatokat megkeresni, közintézményeket, hogy helyezzék el, használják a rendezvényeken, hiszen többféle variációba létezik ez a zászló, a történelem nem csak a KUN zászlónál jelenik meg ilyen formában, más zászlók is változtak az elmúlt évszázadokban, itt egy alapos munkát fogunk majd végezni. KUN-halmok, illetve az elpusztult KUN településeknek a megjelölése régóta foglalkoztatja már a közvéleményt. Most egy konkrét indítvány hangzott el, hogy ezt a munkát vegyük kézbe. A múzeumi szakemberek, tudósok segítségét kérjük, egy munkacsoportot állítunk fel, hogy pontosítsuk azt, hogy hol vannak elhagyott, elpusztult KUN települések, mely települések határában, és hogy miképpen lehet ezeket majd megjelölni. Ezek voltak a mostani KUN szövetségi közül és legfontosabb döntései. Ezek nem is kis döntések, és azt hiszem, hogy nagyon hosszú távon meghatározzák azokat a feladatokat, amelyeket ön elmondott, és én azt kívánom, hogy nagyon sok olyan rendezvény legyen, amelyet a KUN Szövetség eddig is támogatott, hiszen szó volt arról, hogy könyveket és kiadványokat is sikerült megjelentetni. Sok pályázati, nyertes pályázatot kívánok önöknek mindenhez. Köszönjük szépen!